Gyakorlatilag az önkormányzat az idejében 7,2 millió forintot fordít összesen a nyári szünidei gyermekétkeztetésre. Korábban sajtótájékoztatón jelentette be városunk önkormányzata, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeknek idén is lehetősége lesz az ingyenes közétkeztetés igénybevételére. Már ezen az eseményen elhangzott, hogy a közétkeztetés a tanév végével kezdődik. Ez a szünidő kezdetétől június 20-ától augusztus 31-ig érvényes, ebben az időtartamban vehetik igénybe, illetve az összes rászoruló, akik jelentkeztek arra, hogy igénybe vennék ezt a szolgáltatást, az 252 fő. Minden benne van, és nagyon bőséges étkezés tud lenni. Molnár Attila, Dunajváros megyei jugúváros aljegyzője a közétkeztetés pontos részleteiről is beszélt. Mi úgy oldottuk meg, hogy a DVG ZRT Fészek tanéttermében zajlik, illetőleg most is bonyolódik az étkeztetés. Az aljegyző azt is kifejtette, pontosan mely gyermekek körét érinti az ingyenes közétkeztetés lehetősége. Azok a gyermekek részesülhetnek ingyenes étkeztetésben, akik hátrányos helyzetűek vagy halmozottan hátrányos helyzetűek. Ezekről a gyermekekről a szociális osztályunk nyilvántartást vezet, de ezeken a gyermekeken kívül a Dunajvárosi önkormányzat, illetőleg a közgyűlés úgy döntött, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeket is ingyenesen étkezteti a 2016. év nyári szünideje alatt. Mint mondta, az érintetteket postai úton értesítették a lehetőségről. Hozzátette, a törvényi szabályozás 43 munkanapot ír elő minimálisan a közétkeztetés biztosítására az önkormányzatok számára, ám Dunajváros közgyűlésének döntése alapján városunkban 53 napig vehetik igénybe ezt a lehetőséget az érintettek.